Nézd Már be. forog. Jó. Szögek. Az. Na, indul a első oldom. Ja. Elég rossz idő, de mindegy, itt még lakszakálló téllapóként. Nyárra egy kis kezdő vlogot, aztán megnézzük, hogy mi lesz belőle. Át is fordítom, mert a kezem mindig belelóg. Kicsit úgy. Gyönyörű kertünk. Cicákat, akiket majd később bemutatok. Még kevesed egy kicsit, hogy mindig közepébe legyek, hogy legalább titokat is tudjak elcsinálni. Elhoztam a kameramen, édesanyám mögötte. Na, akkor készülünk a nyárra. Valamennyire. Úgy látkozz be, cica. És ő egy mackós rajt. 5 éves hatalmas. Hatalmas kandurka. Általában mindig harci sérülésekkel jön haza, de mostanában annyira nincs egy balhé. Szerencsére nagyon bújós. És nagyon nyafagos. Ő is hasonlóképpen nevet fölön még nem tudtam neki találni, de talán nyafi, mert ő is olyan nyafagos hangokat tud adni. És elég hangosan tud dorombolni. Talán még bújósabb, mint a másik. Jó sötét, alig látszik egyébként. Nem baj. Majd javítok rajta valamennyit. Gyere be az erdőbe. Hatalmas nagy sövényekkel. Kosárpalánka még kicsit meg van dőlve. Úgy látszik ott a helye fölötte, hogy jó magasra volt téve. Lehet a kicsit takarja, mármint hogy nem lehet annyira beletalálni, ha ott lenne még mindig a helye. Az illető rögtön meg kicsi volt. Nevetségesen könnyű. Hát, ott a vonal. De gumilabdával találj bele. Ott is teszteltem a grafitiket. Na, fél pötty. A nagybátyám nemrég megjavította a kutat. Ott mögöttünk. Egy kicsit bedobozolta, de elég jól védi. Cica sampajog. Arra. De eddig lehet, amíg kamerázok. Addig, amíg nem lesz olyan sok dolgom. Jövők a sötétség csak nekünk látszik, mert maga a képernyő olyan. Itt arra ott látszik, szerintetek melyik városban élünk. Nem is tudom. Találós kérdés tényleg. Találós kérdés. Melyik városban élünk? Szerintetek? Az ott mi lehet az? Jellegzetes figura. Ezt itt ne nézni kérem szépen. Készülnek dolgok. Megfelel valahogy így megfogom. Az öreg teniszpálya. Hát, apám büszkeség lett volna, hogyha törődött volna vele az utolsó időkbe. És a kerítés szokásosan félkészen. Nem, most itt a kamera. Szokásosan üvölt a kutyát, mert mindenki nagyon ráér. Mondom én. Remélem, behallatszik. A csösvényeken keresztül. Elég gazos. Még mondtam apának, hogy egyszerűen le kellett volna nyírni az egészet. Nagyon szép hüves focipálya. De mindig igazolt a permeteszte. Csodálatos szemétdomb, amelyik több szemétdomb. Ha most légy el, láttam, hogy mi a fasz vagy te. De valami állatkert. Betonozásra sose ebből semmi. Szomszéd fája, amiről mindig lopok. Úgyse érdekli őket. Ja, jön még valahogy új volt, hogy nővérem barátjának a szülője állítólag megvették, de hát
túl fog, nem látszik belőle. Abból a vételből. Nyom. Eldobjam? Tita, eldobjam. Egy kicsit közelége még mindig. Hoppá. Nem érdekli nagyon. A showdown, amit megrendelt. Hát, nem nő használta. Mikor is rendelte, kb. 2 éve. Tavaly. Meg azért mondom, hogy pipacsos túl mint. Üdvözlöm meg a kezem. Kávét se ittam. Hát, ezt is ki kellett volna már cserélni. Söbény, de szépen virágzik. Nem jön át az illata. És hát a múltkori, mikor volt az már? Áprilisban, nem, az már tavaly márciusban is volt. Széllökés eredménye. Szomszéd köcsökfája. Kicsit csúszik fölfel, de semmi gond nincs vele. Kira a talmafa, aminek már helye sincs. És hát szárazság eredménye. Csodálatos cseresznyefa. Minden ágán 3 cseresznye. Többi barnaság. Még permetezve sem volt, de annyira nem is volt szüksége. De azért látszik. 1-2 piros rajta talán. A felvétel nem is jön át. De cica. Máté cica. Meg a főnök a klánban még nincs itthon. És hogy elnyit zoom, visszazoom, úgy, jó. Most lehet venni a munkálatokat akkor. Ott is egy pipacsak meg lett hagyva. De itt egy mégis csak sokkal jobban kinéző körtefa. Ami azért érdekes, hogy körte lét is mindig hígítják almával. Szomszédnak is van, volt egy körtéje, egy almája. Nekünk is volt egy körténk, egy almánk. Mindkét körtefa kirohadt. Dágás. Mindkét almafa kirohadt, a körte viszont bírja. Okay. Jó, lehet, hogy nagy számok törvényében ez jobban meglátszik. Na mondjuk, hát mondjuk ez a az egy négyzet deciméteren 3 körte azért elég jó jel. Mindenki több meglátszik. Na jó, üléseket, hátokat vigyük ki. Ne fog csúszni. Fordítva rakt föl. Ez már is jobb. Valók, le fog csúszni. Majd óvatos leszek. Azért már dombor, úgyhogy azért mondom, hogy fordíts meg. Sorry time, amikor onnan a lészről egy kicsit. Hátunk mögött sok fát behaltam, aztán mondom, keresgélek egy pallót, hogy az a talicsával fel tudjak menni, mert volt ott egy palló, csak elkerült valamiért. Cita, nem menj! Nem vagy neki. Nem vagy ilyen. És keresgéltem minden, pókhálókat lekaszáltam, és akkora macska lejött, hogy végig futott, azt hittem beszaltam, hogy ilyen óriás pok jön ki onnan. Fű, de... Ott pihent a macska, csak megijesztett. Ja. De onnan a tetőről, mondom, ott nem zavartam. Annyira nagyon. Mondom. Majd a hónom alá. Jó lesz. Remélem nincs ebben a pókfészek, mert nagyon fog viszketni a vállam akkor. Nagyon kényelmes. Nagyon kényelmes.
Kam rope. Négy. Uh-huh. Ez egy kicsit oldalra. Uh-huh. Ja. Sok minden nem láttak marhak sötét. Mondom, nem neked kell látni. Tudom. Mondom, a pénz rámegy, aztán nem látni nagyon. Csak az az egy hibája. Letéve szőnyegek ide, de nem tudom, mindegy. Mert... Visszajövök. Ott is például egy szőnyeg, látszik. Úgyis, tök mindegy, átütsz rajta, ami az én. Nagyon erőszakosak erre felé. Ebben minden átjön. Nincs. És ez a világ két arca. A rohadás és az élet. Meg az elnyílás. Meg az átmenet. Ezek majd éjszaka adják itt a hangulatot. Ez a világítósok. Csüngelek itt a legyek, mint a falkok, aztán mindig azt hiszem. Kell majd valami összefüggőbb terítőt ide, mert egy kicsit vicces. Nem találtam meg még, majd talán. Uh-huh. Benne lesz a garázsba valahol, nem tudom. Ó, a lány úr. Garázs, aki nem találja a fészkét, mert elvittem. Kölcsönbe, csak úgy. Majd nyelvegén vissza. Veszem, amikor mindig többé. Csak neki. Rekonstruálom, ennyi most. Azért látszik, hogy mennyire életelteli még csak a másik fele, az így. Konkrétan haladoklik. Nézzük meg a szomszédét, mit alkotott. Oldalra, oldalra. Ez így lesz, csak vissza. Rohadjon meg. Konkrétan nem is téged látlak, hanem saját magamat. Ezek cseszve várunk. Hol a... Most látod. Most látom azért, mondom, azért, mert jön a fény, aztán rámegy. Mert kín vagyunk, és szarul látszik. Váltak lefattam. Hosszabbító, az most nincs itt, levágta volna. Metszőholló, mindegy. Hát az van metszőholló. Mivel akarta levágni? Akkor nem megyek vissza. Hát az ja nem, nem, metszőholló kell. Majd amúgy is le lesz írva valamikor. Jó, menj is meg itt. Hát azért látszik, hogy ugyanúgy jár, mint a miénk. Kicsit barnásabb. Mindegyik megfázott. Tényleg a sőnövények nem veszik észre, amit mi, hogy március 15-e óta, amikor megkaptuk a Fönök úr csodálatos SMS-ét, azóta mindig lesz van valami hó. Fel van az egy évvel ezelőtti havazása óta, amikor mindenki baszott elmenni szavazni. Csak azért, mert ilyen állásett a hó.
vaságyakat. A székeknek a vasait. Ja. Azt nem kell. Az sose volt ott. A legtetején volt. Jó. Ja. Nem tudom, az majd honnan került ide. Nagyon jó. Hozom ki a szörnyet. Ezek már nem törnek el? Hogy szokott ez? Nem tudom. Na, most segíts, hol vagy ilyenkben? Ti labbukat érzékelek. Vigyázz! Csak meg arra adja meg! Oh. Azt a büdös! Vigyázz, macska! Menj onnan, mellem! Na, lesz jó! Még benne arajhalak, a téve, legfeljebb. Majd éppen van. Még egyébként a maskaklánnak a fejét, konkrétan, ott a tujáktól nem látjátok, volt egy ilyen nagy farakvány, farakodás, és ott konkrétan megtaláltam, mint kóbor maska, sajnos már valószínűleg nem él, mert nagyon régóta nem volt itt. De konkrétan az a két macska, akit láttatok, az egyik a kölyke, a másik az unokája, és a nagy darabnak az anyja a tigris, akit még nem láttatok. Ő alkotta mindet. Megmondom, nem kell venni állatot, pláne a macskát, de ő, ami is mondta, a macska csak úgy lesz. Mondom, ezt fogadjátok be a kóborokat, vagy menjetek mehelyre, de az, hogy venni. Ugyanígy vagyok az emberek is, hogy gyereket adoptálni, nem az luxus dolog. De csináljuk több millióért. Egy lombik bébit. Az a jövő, bassza meg. Meg a génsebészet, hogy legyen szőke, kék hajó, legyen zsidó, stb. Úgy. Hát szikorra nem gondoltak, hogy ilyen sebe észre. Na mindegy. Vigyék voltak mind. Megint nehéz rész, kezdett az építkezés. Kicsit. Várj. Oda. Valahol a lámpa mellé. Kis grill mindenféle papírok, nem kell senkinek. Kis nagy diófa. Emlékszem, amikor ezt a fát még át tudtam ugrani. Ezt ugorj meg. Szedjük le ezt a nyársat. Jó, beleágyad.
nem egy szett a kettő. Kettő fehér, a többi zöld. Story time. A nővérem még jobban volt a... Nem az, hogy jobban volt, most már semlegesek. Azt nem találkoztak egy ideje. Még a szomszédia még jobban voltak, hogy... Nem tudom, mi volt az alapja, de játszottunk egy olyat, hogy... Dia fönn a... a garázs tetején. Dobálti a labdával minket, még fújtunk el a székek mögé, hogy ne találjon el minket. És hat ilyen székbe az a műanyag ülés, meg hát az szarrá tört. Jó oka volt. Jó oka volt. Kicsit látszik, hogy ez már inkább az idő vasfoga. Rágta meg. De még bírják. A zöld az még szebb. Ja. Ez az. Mert ezek tartósak, basztus. Hát kivéve a műanyagot, persze. Na, de még a szopak államat. Jó. Ez. Darázs, ne keres már, leszettem. Megdöglök mind. Megyek ott a halált, a franc tudja merre. Egyszerű installálás. Gyönyörű kerti székek. Ezek mondjuk, hát nem tudom, 10 éve vette talán ezeket is. És kifogástalan. Minőségi műanyag. Hozzom széket. Ötöt hoztam ki egyszerre, mert hős vagyok. Nézzük, csinált. Szerencsére. Ebből majd kettő. Majd a rajta van. Jó az, hogy leporolni nem befelé viszem. Jó, majd később visz. Könnyű kiszedni, leszedni, majd az eső lemossa. Aggódok ilyen dolgok miatt. Darabolódik már nagyon. Három darab lesz. Az ilyen rusztikus lőhely. Erősíti a seggizókat. Nem jó, mert ahogy... Ne ott a lyukas. Hány percnél járunk? 23. 24. És pókfészek. Jó, hogy nem most találtam rám. Meg nem tudom. Találtam egy ilyen... Azt tudja, milyen dobozt, géz, vagy mi volt a benne. Találtam egy összeosztott pókot, meg három ilyen... Mint az ilyen ókori ásatásokat találnak, ilyen... Ilyen vályog üveget, vályog bödönt. Nem pókok voltak benne. Már nem tudom, amikor találtam olyat, három ilyen giliszta volt, vagy mi, megdögölve. Nem akarok már találkozni. Bármi is, azt nem tudom mi az. Pókháló, de jó vagy! Rögyel! Rá erre! Eszki! A gyönyörű természet! Imádom! Hátulra! Legyen úgy van! Hát, hátulra azt a hármat, még hármat idehozunk. Csúsztak a csövekbe a dolgok, nem tömörfém, és szerencsére.
Nem tudom, de ezt a két fehér, ez olyan csúnya legszebb. Ha kérdezzetek, mi az ott hátul? Nővérem meg a barátjai, nem tudom, hogy valamennyi segítette kampányolni a Jobbikra, nem tudom, melyik van nekik. A DK után a másik legellenszemvesebb párt. Ha engem kérdeztek, hajrá két farkú. Még mindig. Különös az utolsó választások előtt, hát... Hogy... Még egy szét leszám szedve, szóra elviszem oda oldalra ezt a szart, mert... Jó, meg tudom én hanyag, ez a negyedik kör. Ez mi volt, ez egy ilyen... Zsúrkocsi fél. Választási járókeres. Nem, zsúrkocsi. A többit is filmezzük? A többit meg... Nem tudom, a napozó ágyat azt majd... Ezt majd el kell csak tolni. Ja. Szerencsére van, valamelyiknek, mindegyiknek van kereke, aztán. Ez csak egy volt. Nem, valamelyik. Azt sinem, mint a sinem menne. Konkrétan. Na azt mondtam, hogy valószínűleg az volt, de nem az volt az a fűnyíró akkumulátoros? Nem. Az ott. Úgy. Az emlékszem, hogy arra emlékeztem, de ja, betegült valószínűleg. Meg ez a kábel dzsumbúj, ami ott van még. Várjunk. Ja, tényleg azok a székeknek a vázai, csontvázai, amit mondtam, hogy hát össze lettek törve kicsit az ülései. Nem annyira nagy baj. Volt helyette másik, fiatalság valamit csak tudjátok. Eléggé berostásodott, ja? A kívül sok hely van bent. Hogy ezt még apám építette. Hogy hívják ezért? Szigetelő lapokból, lehet látni ott a tetején. Jó vastagok. Hűtőkamra. Ugye a hűtőkamra konkrétan. Már én nem látok semmit. Ezekből építik kb. Vagy illeszik elő őket. De itt vannak a nyári holmik, amiket szépen kiszedegetünk nagy nehezen. Meg itt a merence, ami még szorosan érdemes. Hát, ha talán lesz benne valami. De ki tudja, talán lefestem. Na, az önkormányzatnak egy szót sem, mert állítólag meg kell jelenteni. A faszének kell bejelenteni, basszus. Belehúgyozok a saját tujjámba, azt is bejelentem mindjárt. Hamarosan. Jól megtermettek, nem nőnek annyira felfelé, lehet meg kell volna metszeni. Mi ezek konkrétan? Vannak terebélyes erve. 8 éve. Még több is. Rá kellett volna menni. Lehet, hogy vágok belőle ilyen kockát. Előkerítem azt a zöldnyírót. Jaj!
Ott van hátul a régi gamingnek az eredménye. Pár. Két nagy csöves tévé. Monitor, meg a tévék is régiek még. Emlékszem, basszus, még 5 éve is volt. Működött csak aztán. Ott volt a kép rendesen, aztán egy ilyen fénykardot bocsátott ki magából. Annyi volt neki. Ilyen fehér oszlop megmaradt a közepén. Hogy beleégetettük volna még a kő, amit utoljára. Hogy tényleg merevedett volna rajta az utolsó kép, amelyik ment. És rá lenne tetoválva a lényegébe. Legalább tartós! Ez! Fogja meg jól! Osztódik a gyerek! Ez az! Gyönyörű! Fejér senkét! Vagy hátát! Na mindegyikben egy pókfészek legalább! Milyen jó! Nem undorító a természet, csak nem szeretem nézni. Néha. Nem szeretem, vagy nem szereti a nézet. Nélkap. Segíket kérem elő. Mondtam, mindegyik. Becukik. Legyősz a pótba. Tiszta szökik. Emlékszem, basszus. Mennyi időt töltöttem itt a tetőn várva a napfelkeltét. Most már kicsit életveszélyes felmenni. Cicának meg lehet. Mézeny. Megye? Közelít. Talán majd egy külön egy kis vlogban átkutatjuk a padlást is, meg a ez is, nézzétek meg a garást is. Én 3 mici maszkot már most számolok. Jó, az egyik Teddy Maci, másik Csőrike. Vagy mi? Nye, igen, te vagy az a cica. Jó nagy megtermett. Nem pedig rés, de úgy néz ki. Nagyon nyalizós. Na, szomszéd tetejé, privát felvétel. Jajaj, gyorsan, miért a jönetek. Na, arra majd külön videót csinálok, hogy az emberek mi a francért adják fel konkrétan a saját kis privát szférájukat konkrétan a biztonságok ellenében. Mert az, hogy nem szülessen a gyerekről felvétel, hadd verjék meg a mosdóban. Tehát mindenféle bizonyíték meg nyom nélkül. Gratulálok. Előre, nem hátra. Na, szóval gyerek, rossz gyerekek is pontosan tudják, hogy hol vannak a vakfoltok. Hol nem néz a rendszer. Ott bárki is meg lehet verni. Nyilván. De ezt majd talán a jövő hónapban. Csak a napozó ágyak. Egy kell csak.
Egy kell oda, de állom meg a modat. Hát jól nézzen ki. Nem kéne kirakni, szerintem tök fogosan. Ha ott aknapozni, nem, de nem ott, mert ott. Hát most konkrétan annyi mély meg darált megy ott a bakor miatt, hogy... Hát most igen, de hát az sem nyílik örökké. Jó, meg akar aknapozni. Nincs nagyon jó. Ez egy hét múlva már leélik. Ja. A levél az majd csak októberben élik le. Mennyi piros van rajta? Van annyi rajta. Ja. Annyi elég lesz nekünk szerintem. Bőven. Hát szomszédnak már nem adunk legfeljebb. Kilóját 5000-ért. Úgy érné meg. Jön az erőgép. Azaz. Ez menni oda előre. Most van nem nóven, de... Mondjuk nem ez volt ott, de mindegy. De ez volt ott. Szerintem nem. Ez a nagy kerekű. Végig erre emlékszek. Én feküdtem rajtad. Jó van csak. De ez? Nincs csak nem olyan összeden állom. Szakszerűen. Kár, hogy ezeket nem lehet festeni. Ja, sajnos. A műanyag bárki tudja. Láttam ilyen krómozott valamilyen ezüst színű festéket. Nem fognál meg valószínűleg, nem mosnál az eső. Majd talán az epret is megmutatom. Meg belőle a dinnyét, ha már vlog, első vlog, akkor mutassunk meg mindent, amit lehet. Egy darázs meg. Miért? Ez a varja a fehér? Jó van, akkor gyere velem végig! Az a hidővilág. Egyszer megvárni egy jó esőt, aztán áztassa rá az egészet. Nem, és az az milyen állat? Az az milyen állat, szerintetek? Avaros buzgány. Avaros buzgány, nézzétek, ilyen szép. Kicsiben van állat, mint te milyen? Hogy mondjam már megint? Jó állapotban van. Majd hangulatban akartam mondani. Az állapot azért még jó. Ögy! Vagy vizes szivacsal. Ez meg már nem indul be. Biztos beindul. Szerintem itt is marad szerintem. Ott a... le van azt a kar. Mondom, hogy ez legalább 3 éve van itt. Ha valaki, aki nek nagyon fontos nem jött érte, ezután se fog. Higgyétek el. Nem fog. Nem szálltam be. Ez a kritikus rész sosem fér ki. Én meg kéne fordítani. Nem néz ki ennél a nehéznek, de az. Cica. Nem biztos, ha még a maradékot kivisszük, addig elfutok odáig. Raboljuk! Igen, ide hátra vinni. Mit?
Ja, a tariskát tényleg. Majd én viszem csak haza. Ezt tesz. Lopom addig. Aj, jó éve volt pedig. Szart ki. Be kéne már olajozni itt. Ez így jó. Mi jó? Hogy mikor hallják, hogy dolgozik valaki. Viszi. Nem, nyíkszik, nem. Ne annak dönts neki. Jó. Ezek a faizék is majd. És természetesen lájkoljatok, iratkozzatok fel, és kövessetek be Twitch-en, mert különben ezt mondom a videó végére. Emlékeztetem magam legalább. Ez ilyen érdekesebb koncepció, gondolom valami szivasat kellett volna rátenni, és szomszédból van, mert apám nagyon szeres volt, mindent, majd meglátjátok a garázsnál, nagyon jól néz ki. Hallod, ezeket ne hozzuk ki. Fölösleges. Mit csinálsz vele? Ráüldök. Mi csinálnék? De akkor ezt a másikat nem kellett volna kihozni. Miért? Nem én mint. Fullas a jelenlő jár. Miért nem? Úgy is olyan rondán néz ki minden. Hozom. A szánkot például nem hozom ki. Még szép. Ugye ez ott a csempe is. Tudom. Kicsit az ennek. Jó nagy volt. Legalább. Ott értelme beszarni. Köszönjük be sokan! Még van egy! Te, az a szék? Abból mennyi van abból a székből? Szerintem csak egy. Meg jó lett volna kettő, és akkor a fehér helyett, hallod? Nem? Ja, de vagy ez egyik fekete, a másik fehér. Yang-yang. Kár, hogy ebből nincs még egy, mert akkor a két fehéret kiraktam volna annak.
Na. Én is állunk a nyárra. Hol vannak a cicák? Nincs kapcsolat. Az végig is lesz. Jó. Köszönöm innentől. Jó. És akkor, na, ennyi is lett volna ez a belülőm a kamerába. Nagyon. Pedig ott van, elnézek, arra megy, mindegy. Akkor ennyi sor lett volna ez a mai dolgos vlog. Készülünk a nyárra címszóval. Ott a kamera, ne oda néz. Majd még felfedezzük a környéket egy kicsit. A nyáratérben még gazol egyet. Van egy kis... Elcsúszott. Na mindegy. Készülünk a nyárra, szakállam majd lerepül. Szépségesen, okosan. Addig is köszönöm szépen mindenkinek, aki vele nézett ebbe a videóba, bele merte válni a lábujjának a kérgit. Addig is folytatásra következik. Volt csatornára, ez persze kikerül, megvágva majd később, amikor most az intrót csinálom. Tizennyugi. Addig is. A medencét majd holnap, aztán talán még előtte a padlást is lepakoljuk a jövő héten. Eddig is ne felejtsék el feliratkozni, lájkolni. Ezt már mondtam, tök mindegy. Szevasztok!